Másik ember masszíroz, meg az is jó, meg a reflexológus, stb. De egyetlen masszőr, vagy egyetlen reflexológus sem képes minden kicsi sejtetbe egyszer a vérkeringést megpezsegtetni, arra csak te vagy képes. Az mind jó, és akkor is úgy érzed, mintha lebegnél utána, könnyűnek érzed magad, de hát még mikor te tudod, ott, ahol vagy, mindig minden kicsi sejtetbe a vérkeringést lecsökkenteni, vagy felfokozni. És úgy mozdulni, hogy élmény legyen valóban a számodra minden mozdulat, minden lélegzetvétel és minden gondolat. Mindannyian képesek vagyunk erre. Amikor melegünk van, akkor hűtőlégzést gyakorolunk, a nyelvünket hozzápördítjük a felső fogsorhoz, és orról légzünk ki, és szálljon be. És akkor lehűl a testünk. Azonnal érezzük, hogy hűl az egész test. Amikor pedig fázunk, akkor a belégzés után megfeszítjük minden izmunkat, és visszatartjuk a levegőt úgy, hogy ameddig jól esik, nem erőködve, csak ameddig kellemes, és kilégzésnél mindig csak a hasfal mozdul, behúzom a hasfalat kilégzés alatt, a helyéről kicsi befelé, aztán újra belélegzem, és feszül az izom. Minden kilégzésnél csak a hasfal ernyed el, és minden belégzésnél még erősödik a mellkastűrő térfogata, növekedik, erősen edződik a mellizom, hátizom, minden izom, különösen erősen kitágulnak a érfalak, a mellkasba és az egész testbe, és nagyon szép erős mellizmok növekednek. És meg minden izmunkra hatunk ezáltal, hogy feszítem az izmot, és kilégzésnél csak a hasfal mozdul. És amikor elengedem a feszülést, akkor olyan csodálatosan felpezseg a vér az egész testbe. Nagyon csodálatos érzés ez is. Amikor netán fájdalomérzet jelentkezne valahol az emberi testbe, mert ugye még a csecsemő, amikor még nem vagyunk olyan nagyok, hogy tudjuk, hogy mit tegyünk, hogy ne fájjon soha semmi, mert az nem kötelező, akkor ahol fájdalomérzet van, ott biztos, hogy mindig rossz a vérkeringés. Akkor megpróbáljunk ellazítani az egész testünket, és oda koncentrálunk, ahol fájdalomérzet van, és a fájdalomérzet megszűnik. Hát ez gyakorlás kérdése, nem csak most elmondom, és akkor már is tudom, ez olyan, hogy szép lassan begyakoroljuk, és minden élethelyzetben képesek vagyunk magunkban megszüntetni a rossz közérzetet. Tehát soha nem érzünk fáradtságot, fájdalmat, kiszolgáltatottságot, tehetetlenséget, levertséget. Mindig képesek vagyunk magunkat frissen tartani, és élvezni a saját létezésünket. Ottal vagyunk, és egyszerűen megbánthatatlanokká, sérthetetlenekké válunk, mert csak az elfeledült önérzetünket lehet megsérteni, az értelmünket soha. Igaz, Marika? Igen. Emblémák lényege, hogy megértettem, hogy mi a Földön, a Nap és a Föld között létezünk. És amikor azt mondjuk, hogy maradj a Földön, ne járj a fellegekben, akkor gondolkodjunk csak, nem ott járunk-e, amit fellegeknek nevezünk, a Nap és a Föld között? Hol az egyik talpunk, hol a másik érintkezik a Földdel? És itt lebegünk a végtelenben, a Föld minden lakójával is. A teremtőnk minden teremtményével együtt. Amikor azt mondjuk, hogy a földön kívüliek, hát mi talán benne vagyunk? Mi is kívül vagyunk, szerencsére. És itt lebegünk a végtelenben, és élvezzük a mozdulatunkat, az erőt, ami körülvesz, ha megértettük, ha felfogtuk, és akkor jutunk el oda valahogy, hogy értjük, hogy szép az élet, hogyha tudod. Az erőd mindig fokozhatod, mert kifogyhatatlan a készlet, erős vagy, ha megérted. Szép az élet, hogyha tudod, erőd mindig fokozhatod. Kifogyhatatlan a készlet, erős vagy, ha megérted. Célom a módszeremmel, hogy minél több olyan embert lássak magam körül, aki megszerezte magában a külső-belső egyensúlyt, hogy ne azt mondják egy nemzetközi találkozón, hogy még ilyen embert nem láttak, hanem azt, hogy minél többet lehet ilyet látni, mert nem különleges képesség, és most az a boldogság nekem, hogy külföldön is nagyon nagy igény van arra, hogy minden nyelven oktatókat képezzünk, és eljusson a módszer a világ minden táján azokhoz az emberekhez, akik szeretnék megérteni saját magukat, és élni a rendelkezésükre álló erőkkel. Most már a sportolók is felismerték, hogy az erőgyűjtés, nekik is hiányzik a mozdulataikból, mert tudnak frissek maradni,
ideig, óráig a sportban és mindenben, de kimerülnek. És ugyanakkor, ahogyan az ember az energiát fogyaszt, gyűjteni is lehetne. Tehát a sportolóknak épp úgy szüksége volna rá, mint akármelyik mozgáskultúrát végző, vagy keleti sportosoknak. Mindenki most már megérti, felfogja, hogy igen, ez az alapja mindennek, hogy az energiámmal, ami körülvesz, tudjak élni, ne csak valamennyi ideig, hanem állandóan ott, ahol vagyok, mert valóban kimeríthetetlen. Mindig azt mondom, hogy a legnagyobb csoda mindig te magad vagy magadnak, és nem mindig csak másokat csodálj, persze a másik ember is csodálatos természetesen, de te magad is a legnagyobb csoda vagy magadnak, és jöjj rá, hogy milyen nagy terőképességeid vannak, és ha megtapasztaltad saját magadban, hogy milyen lehetőségeid vannak, milyen az erő, ami körülvesz, hogy valóban kimeríthet, tudsz vele élni, akkor tudod átadni a másik embernek is. És egyre több ilyen oktatón van, és egyre többet próbálok kiképezni, sőt, nem csak magyarul, hanem idegen nyelven is.